A háromnapos tanácskozásra az egész Vajdaság területéről érkeztek jogászok és bírók, hogy informálódjanak a magyar nyelvhasználatot érintő aktuális kérdésekről. Nagy probléma az, hogy a hivatalos nyelvhasználat elsősorban a közigazgatásban és ugye a bírósági eljárások során teljesen háttérbe szorul. Próbálják elkerülni ezeknek a szabályoknak az alkalmazását, mondjuk tolmácsoknak az alkalmazásával, ami persze nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk magyarul vezetnénk le egy eljárást. A tanácskozáson magyarországi és szerbiai előadók tartanak előadást többek között a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott többnyelvűségről, a diszkrimináció tilalmáról, az aktuális szerb törvénykezésről és a jogi szaknyelv kérdéseiről. A cél természetesen az, hogy különböző jogi területek, elsősorban újdonságok prezentálásával, az kapcsolódó szaknyelven megismerkedhessenek a hallgatók. Vajdaság minden tájáról érkeztek, sajnos beárnyékolja ezt a szemináriumot elsősorban dr. Mádl Ferenc, Magyarország egykori köztársasági elnökének halála, aki elfogadta meghívásunkat, és szerettük volna, hogyha köszönti a résztvevőket. A szeminárium a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Titkárság, valamint a Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében valósult meg.